Sziasztok, itt vagyunk ismét a hétfőn következő részében, és mi nézi magát, ahogy tortát eszik. Nem árt. Ott a tükörbe. Mennyire durva, mert ez csak egy fotóterve, ez nagyon tetszik. Hát igen, egy kicsit fogyózni kell. Trícia, te éhes vagy. Milyen meglepő, hogy éhes vagy. Ó, micsoda királyi szék. Na, tudod mit? Inkább ezt tegyél. Jó, várjunk már. Hogy ebből evett a tortából, amiből emletek nem is szabadott volna venni. Hát ez fölháborító. Tehát akkor az nincs, hogyha ott van a gyertya, akkor ezt... Vagy egyébként már megvolt a születésnap? Várjátok már, én most le vagyok. Nem, most lesz holnap után. Vagy kinek az? Most az ő születésnapja lesz, nem? Igen. Jó, most ott hagyjál enni. Jó, akkor adjál neki itt enni. Adj neki, jó van. Igen, mondtátok, hogy van ez a mód, hogy ne vegyék ki. Én, hogy bele lehetne tenni. De tudom, hogy hagyd itt, nem is érdekel. És te menj el inkább utána aludni. Ezt ide betesszük. És majd ő magának itt leveszi. Tedd már azt a gyereket. Na. Szóval, hogy ez a torta, akkor ez most ilyen. Aha. De működik. Ettek belőle, de működik. Megy fel az ürítése is. Meg a szórakozása az nagyon-nagyon békafeneke alatt van, úgyhogy lehet apukával kéne egy kicsit játszani. Hát azzal elég gyorsan föl szokott menni. Nyugodjon meg. Oké, nyugtassuk le. Az nem rossz, ha lenyugtatjuk a gyereket. Öleljük meg. Lehet egyébként nem sokat ölelgetjük, és ezért is ilyen. Ez a tanítson meg beszélni, hát megdicsérjük. Milyen szépen eszik. Milyen hisztit levág. Hát ez nem semmi, mert elég kell húznom. Apát nem így akartam. Jó, akkor most ezt az etetőszéket kiiktatom innen. Jó, hogy kaptunk érte pénzt legalább. Kis minden interakciót ki is lökött. Dicséret, valami, meg hogy ne legyen mérges, vagy nyugodjon meg. Öleljük meg, és végigcsináljuk még egyszer az egészet újra. Kérjen bocsánatot. Nem tudom, miért kell bocsánatot kérni, de bocsánatot kérünk a gyerektől. Ismerd meg. Na, hát, hogy tőle mindig mérges. És akkor még annyi, hogy szórakoztassuk egy kicsit. Akkor hát, ha lehet, hogy csak az a baj, ú, meg egyébként fáradt is. Milyen kis méregzsák.
Baba! Ennyi volt. Hát ezt azért nem vittük túlzásba. Jó, akkor tudod, hogy még annyi lehetne, hogy olvasson Tricia-nak. Ne nézd meg. Nem szereti, hogy ölelgetik. Hát ez, igen, ez elég furcsa gyerek. Hát talán még itt te bírod a legjobban a családba. És lemászik. Aha. És most el se tudsz addig oda menni. Jó, akkor maradjunk ennél, hogy ide jön a gyerek, és elalszik magától. Ó, ezek nincsenek beállítva, automatikus minden lámpa. És leül olvasni. Micsoda bagok vannak ebbe a Sims-be? Ezek nem voltak benne. Remélem egy kicsit a szórakozásod is. Hát nem igazán. Egyre aztán elküldelek aludni. Ó, de milyen szép nap van. Tök jó lenne itt egy kicsit úszkálni, horgászni. De állandóan csak a szükségleteikkel kell foglalkozzak. Itt is. Na, nekünk hogy állsz? Kéne valami... Jó, 150-et ad. Jaj, ez a... De jó, és akkor... Ja, azt hittem, hogy újra kezdem. De jó lett volna. Megint kódolni kell 5-ször fájlokat. Hát, ahhoz le kell, hogy feküdjél, mert anélkül nem fog menni. Jó, és most azt fogom csinálni, hogy elviszem, muszáj valami, nem érdekel, hogy... Ja, meg azt megnézem, hogy 6 óra múlva kell mennie dolgoznia. Na jó, akkor nem viszem el. Hanem... Veszünk neked egy fent, szórakozás, egy mókát. Mi kell még, ami nagyon... Az éhség, azt szerintem lehet van itt valami, de azt megoldjuk. Itt meg, addig, ez meg már romlott, úgyhogy ezt beletesszük. És megpróbálom még egyszer elküldeni futni, és hát a közben találkoznánk Simekkel. Menjél kocogni. Hát, ha most nem a vízbe megy kocogni. Ez a kocogós ruhád? Na, gondoltam, hogy nem ez volt a kocogós ruhád. Nem hiszem el. És megy a víz fele. Nem. Kikerüli most a vizet. Ne, ne, és bemegy a vízbe. Ja, hogy mert egy szigete... Úristen, de... Aha. Tehát ezért, mert egy szigeten van. Na jó, akkor tudod mit? Akkor menjünk, utazzunk. És most lehet kiadjuk a munkát, azt most kihagyjuk. Ó, ne haragudj. Ó, tényleg. Hát azért, mert szigeten lakik. És persze, hogy ezért nem tud. És nem, ezért nem is nagyon találkoznak senkivel. Jót nevettem magamba, mert... Tényleg... Nem figyeltem, hogy hát egy izében, egy szigeten lakik. Na nézzük. Hát, most jobban fog menni.
Amúgy egyébként rájöttem közben, idővel, hogy azért akadoznak kicsit jobbak a szimek, mert ugye ezt a felvételt még plusz egy tehernek véli a szímem, tehát amikor a videót csinálom, mert videón kívül egyáltalán nem akad egy pillanatra sem a játékon, meg nem csinálnak ilyen megállásokat, úgyhogy hát ez a videónak a na, magadtól is veszel, igaz? Igen, jó. Jó, és akkor mit kell nekünk csinálni egyébként? Egy csintevés interakciót kell majd végrehajtsunk valakivel, de ezt végre is fogjuk hajtani. És most azért csak el kéne menni dolgozni, mert hogy kiválónál vagyunk, úgyhogy ez pont jó lenne nekünk egy kicsit. Aztán más nem veszünk majd egy átalakítót, hogyha nem fog menni. Mármint, hogy egy kicsit vékonyabb legyen, nem kell nagyon vékonyra. Nekem ez még jó egyébként, csak a ruhák egy kicsit, ugye a ruhák azok úgy vannak állítva, hogy vékonyabb szímekre vannak állítva a ruhák, és ezért kezdünk egy nevetséges szóbeszédet, ahhoz nem kell letenni a kajáját, bár úgy látom, lehet letette. Nem, ott van a kezébe. Tehén növény? Ja, hogy valaki meglátta a tehén növényt és bepisült tőle. Ötös szint. Küldhetünk rossz felhőket mások szímekre. Eltüntetjük a legfőjöket, de ezt eddig is tudtuk. Imádom, mikor ide jön valaki. Wangle fruit juice. Unga? Bamboo. Yes. Viszont lehet őket is ide hívom. Elküldtük a napközibe. És neked úgyis barátkozni kell. Oké, be kell mutatkozni 10 színnek. Szerintem itt van 10 színet. Mutatkozz be neki. Neki. Nagyon vagány. Tehát neki, tehát kb. 50 fok van. Mondjuk amúgy tél van. Akkor lehet azért van felhős, de hát meleg van. Hát nem igazán haladok ki. Vagy hát... Na? Ó, ez tök jó. Gyere vele is egy kicsit. Jó, most köszönt a csajnak, aki ott feküdt. Nem baj, akkor egy kicsit majd vele foglalkozok. Most egy kicsit a gyereket hanyagoljuk. Most egy picit elég volt ugye a kert kihívásban, elég sokat kellett foglalkozzak a gyerekkel. Jó, te gyere, te mutatkozz, neked mindenkinek bemutatkozunk. Neked is. Nem tudom, most beúszik, vagy... Na, te meg mennyi lehet dolgozni? Most hazaküldöm, aztán nem tudom, meglátjuk, mi lesz, aztán csak elmegy dolgozni. De hát mennél kell dolgozni, de mi egy perc múlva, oké. Okay. Épp most. Na. Oké. Okay. Jó, visszahívom Márkot. Na, aha. Jó, hát ő meg most beszélget egyet az ügyféllel.
Öt fájlt kell kódolni. Hanyas szinten vagyunk? És hanyas szinten? Négyes. Hát azért itt már egész jónak. Nem kéne gyorsabbnak lennie? Nézzük csak azt ki. Aha, nem számít. Na jó, mennyi aludni. Nem tudom, lehet, hogy megbízás, vagy nem tudom, hogy már át kéne rakni, mert valahogy neki ez a számítógép nem megy, és csak feszült lesz tőle. Szabadúszó szakma változtatása. Valahogy neki ez a számítógép, ez nem fekszik. Valamiért ez nem megy neki, úgyhogy mindjárt nézzünk egy másikat. Fabrikálni, meg juice kell, meg író, vagy fotográfus. Legyen fotográfus egyenre, aztán meglátjuk. Oké, mit lehet nézzük neked? Még semmit konkrétan. Nem jó, akkor várj. Ahhoz kéne majd egy fotóműhely. Arra meg nincs pénzünk. Akkor vissza. Nem. Nem szabadúszó lesz. Úgy döntöttem, keresek neki egy szakmát. Egy másik, teljesen másik munkát, ahol elmegy dolgozni, keres pénzt, mert így sem egyetlen keres pénzt. Jó, akkor ő lesz a környezetvédő. Úgy döntöttem. Gyerek, utasd a természetvédelmet. Gondolom neked te most jól el vagy. Úgyis mindjárt itt lesz a születésnapod, úgyhogy hamarosan... Anyád jól el dolgozik, hát mikor? Ja, hát tényleg ő bűnöző. Na nézzük. Na szóval nézem közben, hogy kell-e valami kötelező. Nem. Üzletembernek kell lennie, akkor milyen legyen? Legyen ő kreatív. Na. Kreatív és magabiztos. Ó, de jó. Oké, most már ehettek ebből a tortából. Ó, de jó. Milyen kis helyes kis kölyök lett. Gyors, csinálok egy mentést, bocsánat, hogy kezd melegedni a gépem. Oké, és akkor neked kicseréljük, amúgy nem tudom miért kaptunk most pénzt, de ki kell cseréljük az ágyát, azt mindenképpen megtesszük. Most annyi pénzünk van, szerintem másra nem nincsen. Egyébként kéne még neki venni egy ilyen rajzasztalt. Most tippek őknek. Energia 4-es, 4-es. Ez a legjobb. 500 szimula van. Ide illik. Jó, ez... Kicsit átalakítom. Viszont váltok már. Tehát ő egy lány. Nem? Ja, és azt találtam, hogyha eléri az 5-ös szintet, akkor már növesztem is fel, nem várom meg a születésnapját.
De szerintem ő egy lány, de már megint tisztára fiús öltözetben. Kisfiúnak tök cuki, de hát ő egy lány, hát azért Trícia. Na, akkor átalakítom, mert hogy ő egy lány. Tehát ő határozottan egy lány. De hogy miért ezt adta neki, teszünk neki egy hajat. Ezek az újak, ugye? Ez amúgy nem is rossz. De amúgy én nem akartam még ide jönni, gyere vissza. Nézzük még a hajadat. De amúgy ez nem is rossz. Azt mondjuk ő választotta. Ez se rossz. Ó, az egész. Jó. Szerintem ilyen már volt valakinek. Viszont ilyen. Csatos. Ez tök jó. Na, hagyjuk ezt a csatosat, ez szerintem tök vagány. És akkor én stílusba szoktam nézni. Mert itt sokkal könnyebb. Ez nem is rossz, ezt hagyom. Hát ez nem lányoknak való. Jó lesz. Ó, ilyet. A kék az jobb. Hát nem rossz. Ó, ez tök cuki, ezt inkább ezt. Jó. Ez az úszós, ez maradhat. Ez ilyen nyári. Ez se rossz, de... Hát, nem. Ez jobb. Ez jobban tetszik. Na nézzük a öltözet, még a téli öltözet. Hát nem. Ez cuki. A kék nem jó. Ez a kék, ez jó. Amúgy bánom, hogy ez a kislány gonosz lesz. Ó, nagyon kell pipilni. Oké, kijöhet. Na, így már sokkal jobb. Gyere ki addig. Gyere, takaríts fel. El is pakolhatsz, ez neked úgyis csak jót tesz. Jó, apuka meg ott. Úgy gondolja, hogy inkább ott. Ott áll. Na, felelősség, tudod, bár belőle nem ilyet kell faragnunk, hanem kapzsi, de úgy vagyok vele, hogy egy kicsit a jót is felszínre hozzuk benne, de aztán nyilván nem fogjuk tudni, mert teljesen rossz lesz. Oké, most azt akartam megnézni, de ne oda menjél. Gyere inkább, próbáljátok meg egy kicsit együtt lenni. Ó, várjál, te nagyon büti vagy. Nem akartam, egy gyors zuhant akartam, de mindig valahogy... Hát azt mondtam, hogy oda menjél. És akkor utána... Még lefoglalom Tríciát. Remélem, addig... Nem kezdik el, míg elteszi. És akkor lehet, hogy... úgyis fürödnie kell, akkor te vegyen egy fürdőt, és akkor anyukáikék is el lesznek itt.
be nem akadt a játék, persze. Na lesz valami, vagy nem? Na végre már. Lesz valami. Na jó, akkor ezt a részét hagyom abba. Köszönöm szépen, ezt a részt megnéztétek, és akkor találkozunk a következő résznél. Innen fogjuk folytatni. Sziasztok!